Máté Bence világhírű természetfotós képeiből nyílt kiállítás Szegeden, amelyet már több ezren láttak. A sötétben különlegesen megkapó látványnyújtó kiállításra stábunk is kilátogatott, és magával a fotóssal is tudtunk interjút készíteni, aki elhivatottságáról számolt be. A kiállításhoz kapcsolódóan egy teltházas előadást is tartott Máté Bence természetfotós, ahol elsőként tinédzserkori eseményeiről is mesélt. Elkészítettem ezt a fotót, amivel 2 évvel később a világon választottak az év ifjú természetfotósává 17 évesen, és nagyjából ekkor döntöttem el, hogy jó, hát ezek után is kikérem az emberek véleményét, de majd én eldöntöm, hogy meddig szeretnék oda járni, ahova küldtek. Úgyhogy kezdett kibontakozni az élet, a világ 17 éves koromban. Ez egy londoni díjátadó, ahol az ivararány is egy picit a helyére billent. Illetve az is inspiráló volt, hogy a fotóimat például ilyen kínai magazinok, ez a kínai National Geographic publikálta. Pontosan mit ír, azt nem értem, de az embernek 10 évesen látni azt, hogy a föld másik oldalán a fotói megjelennek egy ilyen magazinba, ez egy elképesztően inspiráló dolog volt. Máté Bence szabadtéri kiállítását csak Szegeden eddig már több mint 80 ezeren látták. A tárlat 20 év válogatása, több mint 600 különleges képben. Nagyjából 51 néhány országba jártam, és kb. 30-ba fényképeztem. Az érdekesség az, hogy sokat utaztam ugyan, de az igazán jó fotóprojektek azok mindig itthon születnek, mert itthon lehet újra meg újra visszatérni egy témára. Itthon tudok legtöbbet a fotós témáról, ezért nem feltétlen az exotikus vidékek azok, ahol leginkább ki tudok teljesedni. Én a saját kertembe szeretek legjobban fényképezni. Én azt élvezem, hogy egy olyan területen, ahol néhány évvel ezelőtt még kukoricaföld volt, most egy őshonos hatású gyep van, nagyon jó gyeptársulás, rengeteg rovar, hüllő, kétéltű madárvilág, és az a legkedvesebb, amikor kisétálok 20 méterre, és ott tudok olyan fotókat készíteni, amit akár nemzetközi porondon is meg lehet versenyeztetni mondjuk az oroszlánokkal. Az újszegedi szabadtéri színpad környezetében 1300 néző előtt mesélt a kezdetekről, speciális vadlesej megépítéséről, a fotózásról és a képek történeteiről. Hogy az a madárvilág, amit én nagyon gazdagnak gondoltam, az még annál is sokkal gazdagabb, mint ami kívülről látszik, mert az ember, amikor kicsit csöndben van és odafigyel, és próbál számukra kedvező körülményeket teremteni, akkor például előfordulhat az, hogy a tanyának az udvarába egy ilyen csodálatos színű szalakóta kezd fészkelni, ami hát természetvédő, fotózásra foglalkozó embernek a non plus ultra, főleg amikor valami viselkedésre is tudja őket bírni, bár végzik ezt maguktól is a megfelelő időpontban. Úgyhogy ezek a felvételek szinte ott készültek a kertbe, a lakóhelyem közvetlen környezetébe. A kiállítást úgy raktam össze, hogy nem csak képaláírások vannak, hanem a projektekből összefoglalt adatok, hány kép készült, mennyi idő alatt, és ezért mindegyik fotónál egy kicsi ismeretanyagot az ember magába szívhat, hogy milyen munka is áll mögötte. A leghosszabb ilyen beutaló, amire emlékszem, ami azért érdekes, mert nem jöttem ki a lesből 56 napon keresztül. Voltak ennél hosszabb fotóprojektek is, de kisebb megszakításokkal. Ez az 56 nap az úgy nézik, hogy bementem egy lesbe, nyilván megfelelően komfortos körülmények között, és nem jöttem ki 56 napig. Az előadáson elhangzott, hogy a fotózás nagyon sokaknak a sétáról, a cserkelésről és a dokumentációról szól. Azonban már Bencének teljesen mást jelent. Madarász voltam, és az érdekelt, hogy le tudja fotózni különböző állatfajokat, és aztán nagyobb kihívásra vágytam, és már nem az volt az érdekes, hogy milyen állatot fotózok, hanem milyen pozícióba. És ezért lettem innovatív természetfotós, mert olyan jeleneteket sikerült ábrázolni, amit korábban nem, és ez szerencsés egybeesés volt azzal, hogy közben nagyon sokan elkezdtek fotózni, sokat lehetett egymástól tanulni, fejlődött a technika, és a legjobb, a természetfotózás az így 2010-20-as években a virágkorát éri, és szerintem még van is hova fejlődni. A
kiáltási üzenet az szerintem azok számára válik nyilvánvalóvá, akik elolvasgatják, hogy hol készültek ezek a felvételek, és rájönnek, hogy a 45%-uk az itt Szeged környékén, a Kiskunság Nemzeti Park mozás közvetében. Én ezzel arra szeretném inspirálni az embereket, hogy ha ezeket a csodákat maguk is meg akarják látni, akkor járjanak nyitott szemmel, menjenek ki a természetbe, és figyeljenek arra, hogy hogyan lehet ezt megóvni és fenntartani a jövő számára, mert én azt látom, hogy a környezetvédelemre igen nagy igény van, de nagyon kicsi útmutatás van, hogy egy edény mit tehet azért, hogy fenntarthatóbb legyen a környezet. Ezt szerintem nem fölülről kell várni, bár fölülről is próbálkoznak, de akit ez érdekel, az inkább saját magának tegye fel a kérdést, hogy a mai napon mit tett azért, hogy kevesebb széndioxid menjen ki, kevesebb szemét menjen ki, kevesebbet pazaroljunk, mert alapvető probléma szerintem azzal van, hogy nagyon sok dolog kerül eldobásra, és nagyon sok olyan energiát használunk fel, ami nélkül is ugyanolyan boldog életünk lehetne. Szerintem, hogyha elindul az emberiség abban az irányba, hogy erre egy picit jobban odafigyel, és ez mindenkiből belülről fakad, hogy figyeljen oda a környezetére, akkor az már a jövő megóvása szempontjából egy fél siker. A világ legjobbjai között számon tartott természetfotós elmondta, hogy a kiállítás szeptember 8-áig látható Szeged belvárosában, amelynek következő állomásai Győr, Miskolc és Budapest. A pusztaszeri kötődésű Máté Bence tervei közt szerepel a Kárpát-medence különösen változatos élővilágának bemutatása érdekében, hazánkban további egyedilesek kialakítása, azért, hogy szembesítse és közelebb hozza az állat és a növényvilágot az emberekhez.